Terepszínű anyagokat fonnak a kifeszített hálóra a técsői Hollósi Simon középiskola aulájában. Álcahálót készítenek a hadsereg számára. A kezdeményezést közel 3 hónappal ezelőtt az iskola szervező pedagógusa indította el. Ehhez csatlakoztak az intézmény tanárai, majd a helyi önkéntesek és az itt elszállásolt menekültek is. Az első álcaháló ez otthon a hálószobába készült, és utána felkértek a helyi önkéntesek, hogy meg-e tudnám mutatni a városban a többieknek, több lokáció alakult, és így indult a városban több helyen is, és így az iskolában is itt elkezdtük csinálni ezt a hálót. Eleinte mi tanárok, ugye mert nem volt tanításunk, 3 hétig mi kezdtük, belekapcsolódtak a szülők is aktívan, hoztak anyagot, felvágták, jöttek, szőtek, és folyamatosan a menekültek is bekapcsolódtak, akik érkeztek már március elejétől, és vannak olyanok, akik mai napig is csinálják. Ezeket a 128-as brigádnak küldtük legtöbbnyire, de volt a 113-asra, a 101-esre kaptak, van olyan, hogy fordulnak hozzánk, kérnek segítséget, hogy kell, és akkor csináljuk. Mivel a készítők nem rendelkeznek kellő mennyiségű terepszínű anyaggal, ezért az álcahálóhoz szükséges textilt saját kezűleg festették át a megfelelő árnyalatokra. Az én nagymamám, amikor nagyon nehéz idők voltak, festette a kendőt, a kötőt, még a harisnyát is, mert ami kifakult, szint adtunk neki. És így eszembe jutott, hogy hát ezt is meg lehet próbálni. És hál' Istennek már 3 hónapja, majdnem, és naponta olyan 10-20 kilót remekelek. Összeszámoltam körülbelül, hogy mennyi anyag lehetett már megfestve. Hát 1,5 tonna már biztos van. A lányom hozza az anyagokat többnyire. A használt áruból adnak nekünk, akkor a kollégánk, az ismerősök, régi ágynemű, póló, ilyen világos anyagok többnyire. Az önkéntesek álcamellényeket is készítenek, amelyek sajátos fonási technikáját nemrég sajátították el. Leküldtek nekünk mintákat, tehát milyen képen kéne kiszabni az anyagot, és hát próbáljátok. Természetesen, hogy sokat kellett olvasni, és hát így megtanultuk, hogy hogy fogjuk csinálni. Tehát mi kell hozzá, milyen képen, mennyi idő kell, azt is megtanultuk. Most már többen csinálják, most már ugye az állványokat is egyedül csináltunk, van többféle állványunk. Ezt beállítottuk ide az iskolába, hogy mindenki csinálhassa, amikor pont kedve van. De otthon is csinálják, van már 5 vagy 6 csapatom is, aki csinálja, és nagyon ügyesek, tényleg igyekeznek. De úgy tűnik mindig, hogy még mindig kevés, még mindig kell, még mindig sok kell. És ugye a hálókkal egy folyamban, vagy egy szinten csináljuk ezeket a dolgokat is. Az ilyen fajtával járni is tudnak, ez úgy néz ki, mint egy kabát, csak elől az ing össze van varva, tehát van egy ing, van egy kapucni, és futkosni is tudnak. Viszont hamar le lehet feküdni, mert hátul van egy hosszú farok, mint a frak, és letakarja teljesen az embert. A técsői Hollósi Simon középiskolában folyamatosan készülnek az álcahálók és a mellények. Eddig mintegy 600 négyzetméternyit küldtek a hadsereg számára.